újból könnygázzal próbálta megfékezni a tüntetőket a rendőrség Hongkongban. A tiltakozók általános sztrájkra szólították fel a lakosságot. Több mint 14 ezer ember jelezte csatlakozási szándékát. A kormányzó arra figyelmeztetett, hogy a demonstrálók nagyon veszélyes helyzetbe sodorják a várost. Káosz alakult ki Hongkong közlekedésében. A tiltakozók a reggeli csúcsforgalomban közlekedésbénító akciókba kezdtek. Egyebek közt akadályozták a vonatok és metrók indulását. A tiltakozók egyebek mellett a kormányzó lemondását és a tüntetők elleni rendőri intézkedések kivizsgálását is követelik. A hongkongi repülőtéren több mint 200 járatot töröltek. Carrie Lam azonban továbbra sem mond le. A tüntetés hullámot a kiadatási törvény módosítását célzó tervezet váltotta ki hónapokkal ezelőtt.